kénhidrogén reakcióit vizsgálom eltérő fémvegyületekkel. Tudjuk, hogy a kénhidrogén az analitikai kémiában egy jól hasznosítható reagens, mert fémionokkal jelzetes színű szulfid csapadékot képez. Ebben a kísérletben kadmium szulfidot próbálok előállítani, illetve ezüst szulfidot. Ehhez első lépésként szűrőpapírt áztatok a fémionokat tartalmazó oldatba, hogy mire szükség van rá, jól átitatódjon. A kénhidrogént vasszulfidból sósavval állítom elő. Rövid időn belül beindul a gázfejlődés. Egy záptojás szagú gáz, kénhidrogén, más néven dihidrogén szulfid keletkezik. Még ehhez is adok egy pici savat. És a fejlődő gáz útjába helyezem a átitatott szűrőpapírt. Úgy látom, hogy pezseg, beindult a gázfejlődés, az ezüstnitrát oldatba áztatott szűrőpapírt ide teszem, és a fejlődő gáz sötét színű csapadékot hoz létre, ezüst szulfid található a szűrőpapíron, ennek van ilyen sötétbarna színe, a másik kémcsőbe pedig kadmiumos szűrőpapírt helyezek. Ott pedig szép sárga színű kadmium-szulfid csapadék keletkezik.